Úristen! Na jó. Szeretem őt, csak... Tudom, nagyon szeretem őt, csak a szabadságot, hát azt legalább annyira szeretem, mint őt. Na jó. Oké, ennyi volt, kész. Most össze kell szednem magam. Most már aztán tényleg össze kell szednem magam. Ugye? Össze kell szednem magam. Részlet a Janus Egyetemi Színház előadásából. Ők lesznek a házigazdái annak a Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztiválnak, amit június 14-e és 19-e között tartanak. Erről számolt be a Janus vezetője. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztivál lesz, mondjuk úgy, hogy van sokadik, 11-dik, tehát ilyenkor már nem, ezt nem lehet így számolni, egy hanyadik egyet, tehát sokadik egyetemi színházi fesztivál lesz. Jönnek Marokkótól, Litvániáig, több helyről Európából egyetemi csapatok, van amelyik ezen belül is a profi felé hajlik, van amelyik inkább az amatőr felé hajlik, van amelyik inkább mozgásszínáltas, amelyik inkább prózai szöveget dolgoz föl. A lényeg az, hogy úgy már tűnik, hogy így a Covidot követően ebben a súlyos háborús árnyékban, ami van körülöttünk, mégis szívesen mozdulnak, szívesen találkoznak a fiatalok, és amiket felvetnek témák, azokon pedig pontosan látszik, hogy nagyon aggódva tekintenek a jövőbe. Nagyon várom én is azt, hogy milyen színházi eszközökkel és milyen bátran mennek bele kérdezni azokba a problémába, amik kerül. Hát most már úgy tűnik, hogy nagyon elfutni nem lehet, ezekről legalább kérdés szintén ne foglalkozzunk. Úgyhogy egy izgalmas fesztivált várok, és nagyon reménykedünk abban, hogy ez a fesztivál és hosszú évek óta újra meg tudjuk rendezni. Ez egy igazából egy újraindulás lesz, van egy pici az Janus Fesztivál név lett, úgy gondolom, hogy ez a nemzetközileg is egy könnyebben értelmezhető név, egy egyszerűbb név, egy későbbeni brandnek a neve lesz ez, és szeretnék azt, hogy ez a fesztivál, ez kicsit kinőné magát, tudna bővülni bábos irányba, táncos irányba, egy picit talán szabadtéribb irányba is a következő években, az kiderül ugyanakkor, hogy ez egyetemi fesztiváloknak a sajátossága az, hogy ezek hát a többi kultúrás eseményhez képest sokkal olcsóbban, sokkal lazábban, bizonyos szempontból kompromisszummentesebben tudnak elindulni. Ide tettem ki hajnal Kolyász fiát, a Méliszit, mivel úgy rendelték vezéreink, hogy ezt tegyen, mert lába húsfaló ragálytól genyedzett. Sem étel, sem folyékony áldozathoz nem fogadtunk nyugodtan, mert az ő gyűlt átkajtó zengett a tábor szüntelen, hogy bőgve nyögdelt. Jelenleg csak a Pécsi Egyetemi Színház előadásaiból tudunk felvételeket mutatni. Az ide érkező produkciókról nincsenek képeink, de egy izgalmas, több kultúrát érintő közegből jönnek ezek a darabok. Jön a pécsieken kívül két magyar csapat, jönnek a szegediek és a debreceniek, jönnek Marrakesből marokkóiak, jönnek pozsonyi színi főiskolások, prágai színi főiskolások, jönnek Jasiból Romániából, jönnek az észtországi Tartuból és a litván Vilniusból. Tehát jönnek jó sok helyről, és sajnos le kellett mondani egy perugiai csapatról. Most jelentkeztek, hogy Ferrarából is jönnének, ők most nem tudnak jönni, jönnek egy héttel később például, tehát úgy tűnik, hogy nagyon sokan jönnének, van igény erre megmozdulni, és mert valamiért egyébként Pécsnek, és erre büszkék lehetünk, jó a kulturális kisugárzása, tehát erre figyelnek, tehát szívesen jönnének, az látszik. De ki piszkálja a piszkárónak a piszkárójának a piszkáróját? Na! Na ki? Szuper! Ismét helyben vagyunk. Hajlandó valaki feltenni azt a kérdést, ami itt következne? Hogy van-e Isten? Azt nem. Még tudom bonyolítani, mert rendszerint a lelkiismeret forrása az agresszió mellett lehet a szeretet. Jézusom! Pontosan! Akkor innen nincs kiút egy rendes ateistának. Az orosz-ukrán háború átírta a fellépő társulatok listáját. Még két éve Belgiumban találkoztak egy fesztiválon orosz és ukrán egyetemi színházakkal. Akkor még biztos volt, hogy ők is fellépnek Pécsen. Pont a Covid előtt volt az utolsó ilyen nagyobb szabású fesztivál Liezsben. A Liezsi Királyi Egyetemek van egy hagyományos fesztiválja, oda ezt rendszeresen el szokott jutni. És pontosan a Covid előestén volt ez a fesztivál, 2020 március, február, vége március elején, tehát mi kimentünk, éppen haza tudtunk jönni. Egy héttel később a lezárások voltak, de akkor mindenki még olyan kint nem is vettük ezt észre, nem is volt téma odakint. És akkor kint
többek között az a markói csapat, aki most itt lesz, ott volt. De nagyon összebarátkoztak a társulatunk tagjai egy ukrán és egy orosz csapattal, és úgy is tűnt nagyon sokáig, hogy amikor mi szervezünk fesztivált, akkor ők lesznek az első, akik jelentkeznek, és folyamatosan levelezésben voltunk, jó ápoltuk a kapcsolatokat, és emiatt aztán nem is nagyon gondolkoztunk azon, hogy mi hogyan kezd fesztivált szervezni, mert eleve meg volt, hogy kik jönnek erre fesztiválra, és bármilyen tragikus, hogy ez a háború ez olyan szinten közbeszólt, hogy az orosz csapat az oda már nem is egyszer csak így elakadt a levelezés, és nem is írtunk, és úgy veszem észre, nem is várják el, hogy írjunk, mert mindenki tudja, hogy most ez valamiért nem lehetséges. Az ukránok pedig hát nagyon szomorúan írták, és hát ezt kigondolta valamikor az ukránok itták az orosz vodkát, az oroszok az ukrán vodkát, és együtt a magyar pálinkát, és jókat beszélgettünk, és kiderült, hogy mi van köztük, aki tud oroszul, mert tehát volt, hogy még jóba voltak a fiataljaink is, együtt jártunk esténként ott ide-oda színházba, Liezsbe, hogy egyszerűen olyan falak és olyan körülmények állnak ezek közé a kapcsolatok közé, amik szerintem hát a tragikusnál is tragikusabbak. De adja jó Isten, hogy a következő fesztiválon mind az ukránok, mind az oroszok itt lehessenek. A színházi előadásokra várják a pécsi közönséget is. Belépő nincs, regisztráció kell csak.